Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, üdvözlök mindenkit, és most szeretnék nektek egy újabb modot bemutatni, méghozzá egy annyira frankó kis modot, ami a játéknak a legelején lesz majd nagyon nagy segítségetekre, méghozzá pedig úgy, hogy az a zöld autós csávó, ugye, aki elvileg a karakterünknek a rokona, az hívható lesz telefonon, föl tudjátok hívni, és eljön értetek akár a városba, akár házhoz. Semmi más nem kell tennetek, felveszitek a telefont, rákattintatok a telefonszámra, itt van ugye a telefonszáma a srácnak, és nem sokára majd jönni fog, jön majd egy felirat, és érkezni is fog hozzánk, és miután majd megérkezett, akkor be fogunk vele menni a városba. Úgyhogy nem kell nagyon sokat várni, egy-két perc, és itt is lesz a Pali, a Balázs Pali. Na itt is van, meg is érkezett hozzánk, most már nincs semmi más dolgunk, beszállunk mellé az autóba, és be fog minket vinni a városkába. Szépen beszálltok oda, ajtót becsukjátok, nyomtok egy Entert, és indulunk is, és elvileg megyünk a... Ja, várjatok, Enter, és megyünk is a városba. És miután behozott benneteket a városba, elintéztétek a dolgotokat, bevásároltatok akármi mást, utána nincs semmi más dolgotok, itt van egy telefonfülke, és itt a telefonfülkénél fel kell őt hívni. Rögtön. Felveszitek a telefont, három márkát beledobtok, hoppá, még kettőt. Így van, tehát öt márkát beledobtok, tárcsáztok, és a búgó hang jön is, és nem sokára ugye egy felirat lesz, úgy mint az előzőnél. Itt van a felirat, és jönni fog értetek. Ez persze csak egy alternatív megoldás, ugye akár egy csónakkal, motorral is be tudtok jönni bármikor a városba. Ez egy kényelmesebb módja, viszont ez kicsikét hát unalmas, mert csak ott ültök és nincs semmi más dolgotok, csak mozizni. De hogyha ugye ezt választjátok, akkor ez egy jó kis lehetőség rá, mert közben bármi más lehet csinálni. Na jó, van skacok, hát eddig tartott ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez. És lent a leírásban megtaláljátok a módnak a letöltési linkjét. Legyetek jók és szépek, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok, hello!